picikbe térjünk vissza, úgyhogy most is igyekeztünk hozni egy igen színes műsort, ami egészen a reneszánsz, majd a könnyedebb vizeként fog elevezni, hogyha már ő is itt van, akkor minket, meg magunkat, meg így egymást. Volt egy pici nyári szület, most ez az első koncert, amire elindulunk így a őszi szezonban idézőjelben, és nagyon örülünk, hogy pont Velencén kezdtek, hiszen az év nagy részét külföldön tölti az együttes, úgyhogy külön öröm, amikor itt van játszottunk, föl meg Velencén. De ezt most már nem fogok többet elmondani, hanem az emlék lesz a főszerep, ahogy az egész este folyamán, körülbelül egy óra lesz, hogy meg egy 11-ig mint jönni. Sámlás egy kiváló reneszánsz korabeli zeneszerző után, majdnem kihagytuk a zenetörténelem egyik legnagyobb alakját, de mégis nem tettük meg, mert a két ifjú kollega mellettem közrefóval napok óta igen beteg és lázzal küzd, úgyhogy de hála Istennek, hogy itt tudunk lenni, és nem történt meg az, ami egyébként nem szokott, volt csak nem mondunk egy koncertet. Úgyhogy ha nem is a tervezett, jó, Johann Sebastian Bach témó fogáig fog következni, hanem a második zenekari szívből a Pádi Méri rövid tippel. Nagyon hosszú állatlapsan fogadta a közösség, hogy
Thank you.
kritikát, illetve nem is olyan kicsit fogós nehéz. Thank you.
sokat tanult írt egyébként, mert hogy ezzel rengeteget turnézott reményére, akkor kiváló cigány imás barátjával, és szó szerint járták a országot, Európát, és játszották, úgyhogy én talán többet most nem is fogok beszélni, mert kezdtem már figyelni, hogy az első hasonlás barátomból olyan hát visszaér, és hát vissza is ér. Jó. Thank you.
magyarországi koncertek alkalmával nem csak elmaradt a műsorban, hanem erre hékelődött is azóta nagy örömmel játszott, úgyhogy most is ellenes vagy előtt. Szeretném bemutatni az együttes, hiszen azon túl, hogy most már 10.
Ha pedig